Jut eszembe. Annyit akartam csak mondani, komolyan meg voltam keményen sértve, hogy ilyen híres művész, aki sokoldalú is, mert nem csak zenész, hanem immáron nagyszerű színi előadások szereplője is, mint én, nem vagyok megemlítve a magyar televízióban, amikor szentesen így nagy botrány van. Mint ott végzett diák, persze én nem végeztem ott, mert hamarabb kirúgtam. Nagyszerű zenekarok esetében, hogy ilyenkor dobszóló alatt kéne bemutatnom a zenekar tagjait, de ez valahogy nem annyira fér össze így nagyjából. És így jó érzés volt, mert a költő kiegészült egy csomó költőtárssal, a zenekar meg kiegészült egy csomó majdnem zenekari társal. Szóval ott fenn a teraszon, Tomi. Nem vagy már, de jó. Szóval Jónás Tamás költő verseit hallottátok ma. A Tamás, a Hámori Gabi és Kamarás Iván olvasták ezeket ma. A Seres Tomit nem látjátok, de ott van takarásban, ő rendezte a mai estét. Ilyen még köszönjük.
meg hát itt nagyjából a 30Y zenekar, akit külön kell kiemelni, a 30Y két nagyszerű tagját, akik általában nem koncerteznek velünk a hangos programokba, mert egyszerűen nincs annyi kontroll, hogy ők is szóljanak. Szóval ott van hátul Bóra Áron. És itt pedig Szűcs Krisztián Kuka. Életemben nem csináltam ilyen bemutatóst. Ez annyira jó! Én imádom a tust! Jó! Hölgyeim és uraim! Zongoránál, billentyű sakszereknél, sár közé, Szoltán! A doboknál az öcsi. Szóval az az a... Basszus gitáron, Varga Ádám. Az Endi. Kis takarásban Bóra Dávidot hátul, aki azt tette lehetővé, hogy így szóljon a cucc, meg itt a kecske is másik takarásban, a közkecsi, hogy húroztál koncert közben.